A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják. A stúdióban szeretettel köszöntöm állandó szakértőnket, Váci Márk történészt, városkutatót. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy ismét itt lehetek. Nem is hittem volna jó néhány hónappal ezelőtt, amikor elkezdtük a székesfehérvári fényképészek történetét bemutatni, hogy ennyire nagy anyagról van szó. Hiszen már rengeteg adás ment arra el, hogy bemutattuk nem csak az ő munkásságukat, hanem rajtuk keresztül valahol a várost is, hiszen ez is a cél, hiszen ezeken a fotókon keresztül azért nagyon sok mindent megtudunk a város történetéről, amit elsősorban egy történész vesz észre, és ezt mutatjuk be a tévénézőknek is. Az előző adásban Tóth Károlyról beszélgettünk sokat, és mivel visszatérünk még hozzá, én arra kérlek, hogy az ő munkásságát azért foglaljuk össze a műsor elején. Tényleg csak nagyon röviden, mert most már 250 percet foglalkoztunk Tóth Károllyal, bár még sokkal többet lehetne nyilván, meg még sokszor 50 percet fogunk foglalkozni úgy egyáltalán fehérvári fényképezéssel. Ugye Tóth Károly a 20. század első, illetve második felének az egyik leghíresebb fehérvári fényképésze. A század második felének szerintem mindenképpen benne van az első nagyjaiban. Hiszen ő a pályáját ugye 1920-ban kezdi, mármint fehérvári műterem tulajdonos, ugye jóval előbb 1905-ben ő már elkezdi, ugye 910-ben tanulni a szakmát, meglehetősen jó nevű műtermekben inaskodik, segédéveit folytatja, és aztán megvásárolja Virág Sándornak azt a műtermét, amivel szemben később 1938-ban majd a Romkertet megnyitják. És ugye Tóth Károlynak a Romkerttel szemközti műterméről szoktak mindig beszélni, hát ez 38-tól igaz, ugyanis korábban ugye ez nem létezett. Minden esetre ebben a Bazilika téri épületben folytatja a tevékenységét, egészen a 40-es évek közepéig, amikor 1945 elején a háborús pusztítás során ez a műterem is megsemmisül gyakorlatilag, illetve használhatatlan, lakhatatlan lesz, és el kell költöznie a családnak is, és a műtermet is valahova át kell költöztetni, úgyhogy a szomszédos Bank utcába, mai Táncsics utcába költöznek el, de csak 1947-ben. A kettő közötti időszakban, majdnem másfél éven keresztül pedig a háborús pusztítások nyomait dokumentálja Tóth Károly, amelyeket, ezeket a fotókat Molnár Tibor fotóhagyatékából ismerjük, ugye a volt városi főmérnök, egykori főépítész, aki nagyon jó barátságban volt Tóth Károllyal, többek között műemléki fotósorozatokat is készítettek együtt, és ebből a Tóth Károly féle sorozatból ismerjük a legnagyobb háborús pusztításokat Fehérváron. Ezt megelőzően a 20-as, 30-as években szintén városképeket készített, nem csak helyi kiadványokba, de országos turisztikai kiadványokba, országos lapokba is, és a fotoművészeti szaklapok is egyébként elismerték az ő tevékenységét, illetve a városképek mellett ő még nagyon szeretett tájképeket, művészi képeket készíteni. Ugyan portré fényképészként ismerjük alapvetően, de ugye az egykori tanítványa, Inkei Tibor, aki ugye azért országos hírű fotós lett, ugye filmes fotós, leírja a visszaemlékezéseiben azt, hogy hát igaz, hogy ott volt ugyan a műterem, és nagyon sok portré készült ugye a Tóth Károlynál, de ő elsősorban természetet és tájat szeretett fényképezni, tehát kevésbé a beállított fotóknak volt a híve. Úgyhogy tényleg országosan ismert lett ezekkel a munkáival. Székesfehérvárt bemutató 20-as években készült első turisztikai kiadványok az ő fotói alapján készültek, aztán az 1938-as Szent István emlékév eseményeit bemutató egyik országos lapnak a
teljes lapnyi terjedelmű mellékletét végig ő fotózta, tehát az ő fényképei alapján ismerjük ezt az időszakot, és alapvetően a 30-as évek nagy eseményeit is dokumentálta előszeretettel, és ugye utána jön ez a háborús fotósorozat, majd 1952-ben pedig ugye egyik alapító tagja lesz a fényképész szövetkezetnek, másokkal például a Hege család tagjaival együtt, akikről majd a következő adásban fogunk beszélni, és tervek szerint velük zárjuk ugye az 1945-ig terjedő időszakot. Ez ugye azért érdekes Tóth Károly, illetve a Hege család szempontjából, hiszen ők ugye 45 után is tovább folytatták a tevékenységüket, de egy teljesen más világban, megváltozott körülmények között. Tóth Károly alkotásai közül visszahoztunk egy fényképet, amelyet már bemutattunk a műsorsorozatban. Vissza kell térnünk a fiatal házaspár fotójára 1939-ből. Azt jelezted nekem, hogy itt helyesbítenünk el? Igen, itt annyi helyesbítést szeretnék tenni. Ugye azt jeleztem a múltkori adásban, hogy Bognár Anna nevű kedves nézőnktől kaptunk néhány képet, Tóth Károly, illetve Hege féle fotót is. És ezen a Tóth Károly féle fotón ugye én azt mondtam, hogy a szülei láthatók. Valójában a nagynénje Bognár Erzsébet, illetve az ő férje Vaskó Ferenc láthatók a képen. Én jeleztem neki, hogy természetesen ezt a helyesbítést meg fogjuk tenni, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos. Várostörténeti szempontból is nyilván, családtörténeti szempontból is, hogyha már kapunk ajándékba egy ilyen képet, akkor illik pontosan elmondani, hogy kiket is elmondani. Így van, és akkor itt egy pillanatra meg is állnék, és ismét megragadnám az alkalmat, hogy arra kérjem a Fehérvár Televízió nézőit, hogyha követik nyomon a műsorunkat, és látják ezeket a fotókat, nagyon szívesen vennénk továbbra is, hogyha jeleznék. Akár további fényképeket hoznának, vagy küldenének nekünk, vagy további információt, akár a látható képekről, ha tudnak valamit, felismernek valaki, itt vagy valami beugrik róla. Nagyon szépen megköszönjük, hogyha akár Váci Mártnál, akár a Fehérvár Média Centrum elérhetőségein megkeresnek bennünket. Az eddigieket is nagyon-nagyon köszönjük, nagyon sokat építették a műsorunkat is, sőt, hát a gyűjteményt, amelyen dolgozol a múzeumban. Nos, nézzük akkor tovább, még egy pillanatra itt látni fogjuk, hiszen a sorban benne van a fiatal házaspár fotójának a hátoldalát is, és aztán jön egy váltás. Igen, hát itt igazából ugye múltkor is mutattuk, nagyon halványan látszik Tóth Károlynak a bélyegzője, ugye 1939-ben járunk, ez már egy sokkal letisztultabb forma, és ugye látjuk azt is, hogy képeslap hátoldallal készült ez a fénykép, tehát postán feladható formában. Ugye ez már az úgynevezett rövid címzés, amikor ugye ketté osztják a lapot, és ugye a bal oldalra lehet írni a szöveget, a jobb oldalra pedig ugye megcímezni, ugye jóval korábbi időszakokban, mondjuk 30 évvel korábban még az úgynevezett hosszú címzésű lapok működtek. Én ilyen fotóval is találkoztam, például antikváriumban, ahova ugye csak a nevet és a címet lehetett ráírni, szöveget gyakorlatilag semmit. És tulajdonképpen akkor most el is köszönünk Tóth Károlytól? Igen, egy rövid időre, aztán szerintem majd azért vissza-vissza fog még térni itt különböző események és egyebek kapcsán. A következő kép 1914-be visz bennünket. Azért hoztam el ezt a képet, ugye Ullmann Józsefről már beszéltünk ugyan az előző adásban, de érdemes felidézni megint csak röviden, hogy miről is van szó, kiről is van szó. Ugye ez a fénykép 1914 körül mutatja, ugye a háttérben a Deák áruháznak a félgömb kupolája, majd az épületről teljesen más apropóval fogunk beszélni természetesen. Ugye a mellette, hogyha balról jobbra haladunk, ugye olvasási sorrendben, akkor az úgynevezett Zicsi palotát vagy Zicsi házat látjuk, nyugodtan nevezhetjük palotának, hiszen a grófi családnak egy városi rezidenciájáról van szó. Mellette az úgynevezett Bierbauer ház, ugye lényegesen alacsonyabb, ez bekanyarodik az úgynevezett városház köz irányába, és ugye mögötte is volt néhány épület, a városháza kapcsán majd fogunk ezekről beszélni, illetve amikor a belvárosról beszélgettünk, akkor ugye említettük már ezeket, német iskola, kocsma és sok minden egyéb volt még itt. Ezt a Bierbauer házat ugye 1936-ban kezdték el bontani, és 1937-re kötötték ugye össze az egykori Zicsi palotát a városházának a régi barokk épületével, és így jött létre a mai városházi tömb.
ennek az úgynevezett Bierbauer háznak, ugye ez a Bierbauer családról kapta a nevét, az ő bérházuk volt. Ennek a családnak volt az egyik feje dr. Bierbauer Viktor, akinek a lányairól fogunk egyébként majd képeket látni. És természetesen a földszinten pedig üzletek működtek. Az egyik üzlet Ullmann Imre fényképész és fotókereskedőnek az üzlete volt. Itt a szatmári féle bőrkereskedés, illetve a Moncskó féle kékfestő üzlet között helyezkedett el. Ugye ma ennek az épületnek, illetve az utódának a földszintjén egy kávézó van teljes terjedelmében, teljesen máshogy nézett ki a felosztása. Molnár Tibor fotói kapcsán fogunk majd mutatni olyat, hogy a 36-ban elkezdték kibontani ezeket az üzleteket, és ugye egybe építeni gyakorlatilag az alsó szintet, hogy hogyan is nézett ki ez az egész. Nagyon érdekes, sokkal kisebb üzlethelyiségek voltak, és ezek egyikében működött Ullmann Imrének a műterme, illetve kereskedése. Hát nem volt annyira elegáns, mint például Tóth Károlyé, vagy Pribé Kantalé, vagy sorolhatnánk még a többieket. Ez inkább már a 80-as, 90-es éveknek ezekre a kis fülkés kialakítású, mondjuk azt, hogy műtermeire, vagy inkább fotóüzleteire emlékeztetett. Viszont nagyon központi helyen volt. Viszont abszolút központi helyen volt, nagyon jó forgalmas helyen, és hát természetesen meg volt a saját ügyfélköre. Úgyhogy amikor 1929-ben az ő fia, Ullmann Imre fia, az 1903-ban született József átvette ezt a kereskedést és üzletet, akkor megörökölte vele az ügyfélkört is természetesen. És hát az volt a különlegessége, hogy ugye ő fotótermékekkel is foglalkozott, tehát például fotópapírokkal, filmekkel, gondolom én, hogy eszközökkel is egyébként megrendelés útján, tehát hogy egy komplett szaküzletet működtetett igazából, és ez volt az első ilyen a városban. Utána nagyon sokáig egyébként nem volt hasonló. Ez jelenteti azt, hogy már az amatőr fotózás is elindult? Igen, és ez is ugye tervben van, talán már említettem több alkalommal is, hogy a 30-as években elindult amatőr fotózást, azt mindenképpen szeretném majd szemléltetni néhány családi fotón keresztül. Főleg olyan családokban és olyan családokról készült képeken keresztül, akiket már egyébként korábban mutattunk, ugyanis a 30-as években nem mindenki engedhette meg magának azt, hogy fényképezőgépet vegyen, és hát ugye azért valamennyire bele kellett tanulni nyilván a technológiába is a fotókészítésbe, úgyhogy nem volt ez annyira egyszerű művelet, de a 30-as években már Fehérváron is kezdett, mondjuk azt, hogy nagypolgári családokban elterjedni ez a úgynevezett hobbi fotózás, amit ma ugye gyakorlatilag mindenki művel. A következő képen visszatérünk ugyanahhoz az épülethez, csak 15 évvel későbbre. 1929 táján járunk valamikor. Itt még a Bierbauer ház az látszik, ugye a jellegzetes zárt erkélye, az mutatja, hogy itt még az eredeti épületről van szó, illetve azt is látjuk, hogy ugye ez még az eredeti magasság, tehát a Zicsi háznak a szintje az ugye lényegesen magasabb, ezt ma is nagyon jól tudja mindenki, ha valaki arra jár a Városház téren, akkor érdemes megnézni, hogy nagyjából a Városházával egy szintbe került. Hát az eredeti épülettel mindenképpen, magával a Zicsi palotával, és itt már Ullmann Józsefnek az üzlet portálját látjuk, tehát ez 1929 és 36 között készült fotó. Ennél pontosabban akkor tudnánk belőni, ha most itt elkezdeném kutatni azt, hogy a szomszédos üzletek közül melyik mettől meddig működött. Nem biztos, hogy tudnánk ennél pontosabb információt mondani egyébként. De most kaptunk egy kis ízelítőt, hogy hogy dolgozik egy történész. De azt tudjuk, hogy 29 és 36 között valamikor. Témában nagyot ugrunk a következő képpel. Nem épület és nem portréfotót fogunk látni, hanem egy fényképtartó tasakot. Igen, ennek a tasaknak ugye az az érdekessége, hogy egyrészt ugye Ullmann Józsefnek a neve szerepel rajta, mint fényképésznek. Másrészt pedig azt is láthatjuk, ott az Ullmann József név alatt ugye fotószaküzlete felirata szerepel, tehát ez dokumentálja azt, hogy ugye ez nem csak egy egyszerű műterem volt, és egyébként szenzációs szerintem a grafikai megoldása is, ugye ez az UJ monogram, ami egy fényképészt formáz, hát az lehető legkreatívabb ebben az időszakban. Ugye a szecesszión már réges-régen túl vagyunk. Tóth Károly féle tasakot én nem ismerek, valószínűleg nem volt ennyire megmunkált egyébként, illetve hát a Tóth Károly szerette ugye elegánsan
tálalni ezeket a fotográfiákat, tehát el tudom képzelni, hogy díszboríték és minden egyéb. És itt ugye azt látjuk, hogy eredetileg a tasakban mekkora méretű képekből mennyi szerepelt, és hát természetesen utánrendelési lehetőségről és minden egyebekről ír maga a tasak. Csak egy kicsit fog eltávolodni a témától, ami eszembe jutott erről a tasakról. A velem egykorúak biztos emlékeznek rá, valamikor hasonlóképpen nézett ki ez a bizonyos bértasak. Mindenkinek a nevére a munkahelyén, ugye, ahol a pénztárban volt egy ilyen tasak, abban havonta belerakták a fizetését, és abból kapta meg, és ott kellett aláírni, és ugyanígy volt. Bocsánat, de hát ha másnak is eszébe jutott, idézzük fel akkor azt a bizonyos tasakot is. Te persze ezzel már abszolút. Nekem a hosszú fényképes borítékok jutottak eszembe, de az már egy jóval későbbi időszak. Ugye? Mert hogy olyan is volt, igen. És akkor ebbe a tasakba bele is tudunk kukkantani a következő kép jó voltából, a belsőt meg tudjuk nézni. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Itt most nyilván ugye maga a tárgy, mint olyan látszik, a tartalma az olyan szempontból érdekes, hogy volt benne egy-két fotó, ugye a leltárkönyv alapján legalábbis rekonstruálható, hogy mi volt benne, mit tartalmazott, illetve készült egy olyan szkennelt verzió, hogy a tasak, illetve benne talált képek. Ulman József féle kép is volt benne, egy portré, illetve 70-es évekből voltak benne különböző családi fényképek. Meg olyan családi házról készült fotó, ami ma már abszolút beazonosíthatatlan. Nyilván, ha utána mennénk, lehet, hogy az adományozó egyébként meg tudná mondani, hogy melyik volt az a ház, ami előtt ez a család állt, de évtizedeken keresztül hagyományozódott tovább a családban, és újabb képek kerültek bele. Nyilván nem azt kell elképzelni, hogy 35-40 darabról van szó, talán 5-6 darab összesen, de valószínűleg ezek lehettek a legfontosabbak, vagy valamiért ezek egy helyre kerültek, és a 30-as évekből származó tasakban 40 évvel későbbi képek kerültek elő. Hátrahagyva a tasakot, a következő képen megismerhetjük, hogy milyen is volt a babakocsi 1930 környékén. Amikor még biztosan nem gyártottak Székesfehérváron babakocsit, majd ez is téma lesz szerintem egyszer, hogyha az ipartörténetre rákanyarodunk. Ulman Józsefnek voltak műtermi felvételei, ugyan én viszont egyetlen egy darabot sem találtam a múzeumi gyűjteményben, úgyhogy ez például egy nagyon érdekes dolog, hogyha előkerül mondjuk egy Ulman féle belső felvétel, hogy hogyan is nézhetett ki alapvetően ez a műterem. Kislány babakocsiban ezt a címet kapta a kép, ami ugye hát egy udvaron készült, valószínűleg a családnak az udvarán, akik ezt a fényképet megrendelték. Látható, hogy mekkora nagykerekű és magas babakocsi, és nagyon sokáig ilyen magas babakocsikat használtunk. Menjünk tovább, hiszen még mindig olyan képet fogunk megmutatni, amit ugyan láthattak már előző műsorunkban, de szerintem érdemes visszatérni rá, hiszen a Lépcső utcáról van szó, Fehérvár egyik ékessége. 1935-ben készült ez a fénykép, ezt egészen pontosan ismerjük, hiszen amikor ez a fotó elkészült, akkor utána Ulman József ezt különböző kiállításokra és versenyekre benevezte, tehát pontosan datálta, ugye, hogy mikor készítette el, és többek között Székesfehérvár város és Fehérvár megye fotópályázatán is szerepelt ez a kép. Arra hívnám fel a figyelmet, a jobboldali üzletportál a Glancféle szabóságnak a felirata. A Glancféle szabóság az később egyébként átköltözött a Palotaváros szélére, igazából a Palotai útra, és aztán amikor a Palotai útat elkezdték szanálni, illetve bontani azokat az épületeket, akkor megint csak tovább költözött. Majd a 70-es évek kapcsán fogunk olyan fotót mutatni, ahol még a későbbi szabóságnak a homlokzata látszik, de a kapu mögött már épülnek egyébként a Palotaváros panelházai, tehát az udvaron gyakorlatilag már semmi nincsen, építési terület van, ez még az eredeti Glancféle szabóság. És ugye ahova ez a lépcső felvisz, ez az egyébként középkori eredetű lépcső, Reich Szabinának a kutatásai alapján nagyon jól ismerjük ennek a lépcsőnek a történetét, hogy mi mindenre használták, és hogyan töltődött fel a járószint. Ez a lépcső vezetett a Lépcső utcába, aminek ugye ez a névadója, és ebben a Lépcső utcában volt egy Rogányi János nevű
fiatalember, egy fotós, aki egyébként Ullmann Józsefnél tanult valamikor, és aztán miután felszabadult, a Lépcső utca 4-ben lakott a család, itt alapította meg a saját fényképész műhelyét és fényképész műtermét. A lányánál jártam most a felvétel előtt egyébként közvetlenül, aki azért mondott egy-két érdekes dolgot. Egy 4 lakásos házban laktak, ami azt jelentette, hogy volt a szülőknek egy szobája, volt a 4 lánynak egy közös szobája, ugyanis 4-en voltak lánytestvérek. Volt egy úgynevezett várószoba, ahol ugye a kuncsaftok várakoztak, és volt maga a műterem. Meg természetesen a többi helyiség, ami ugye a házhoz hozzátartozott. És ez a Rogányi János egyébként nem csak Ullmann Józseffel volt jó barátságban, hanem többek között Hajdú Sándorral is, akiről majd még fogunk beszélni, illetve Tóth Károllyal. A lánya, aki beszámolt ezekről az eseményekről, különböző történésekről, ő elmondta azt is, hogy a 30-as, 40-es években a fehérvári fényképész társadalom az rendkívül összetartó volt, rendszeresen összejártak, még akkor is, hogyha konkurenciát jelentettek egymásnak, de hát mindegyiknek volt kedvelt témája, meg volt a saját ügyfélköre, amivel rendelkezett, és hát nyilván az egymás ügyfeleit azért úgymond nem nyúlták le egymástól. Tehát nem volt egy kiélezett konkurenciaharc. Nem, abszolút nem volt egy kiélezett harc. Szerintem ma sincs egyébként a fehérvári fotósok között, még akkor is, ha ma már műtermekről alapvetően nem tudunk ilyen szempontból beszélni. Magáról a családról érdemes lesz majd akkor beszélnünk részletesebben, hogyha Rogányi Jánosról már több mindent sikerül kideríteni, hiszen a lánya, aki 39-es születésű, mindössze 9 esztendős volt, amikor az édesapja 1948-ban elhunyt. Ebben az évben tért haza egyébként a hadifogságból, és aztán az ő özvegye, Rózsa Irén, Bodó Lajossal kezdett el végül is az iparral foglalkozni. Ennek a Bodó Lajosnak a nevét már említettem annak idején, Pete Ilonának volt eredetileg az üzlettársa 1940-től, és aztán Pete Ilonától átvette a várkörüti műtermet, majd Pataki Máriával társult. És Pataki Mária 1946-ban ideiglenesen visszaadta az ipart, majd 1948-ban Bodó Lajos társult az özvegy Rózsa Irénnel, és így folyt tovább igazából ez a fényképész mesterség. Úgyhogy egy fényképész mester és egy fényképész mesternek az özvegye vitték tovább igazából ezt a Lépcső utcai üzletet. Szövevényes kapcsolatok. Abszolút, abszolút. És én ezt most azért nem is akarnám részletesebben folytatni, mert egyrészt Rogányi János által készített képet sajnos nem ismerünk. A lánya elmondta, hogy valahol ezek elkallódtak. Úgyhogy nagyon szépen kérem, ha valaki esetleg rábukkan otthon, akkor mindenképpen jelezze ezt nekünk, mert érdekes lehet. Róla készült fotónk van 2 darab is, majd hogyha fogunk róla beszélni, természetesen megmutatjuk. Mindenképpen egy érdekes történet az övék is, ez már átvezet a szövetkezeti és az államosított világba, tehát érdemes lesz majd később visszatérni. A Lépcső utca fotóval kapcsolatban még a hátlapot tudjuk megnézni, és utána már csak olyan képek jönnek, amiket még nem is láthattak, kedves nézőink. Tehát itt van a hátlap a Lépcső utcai képről. Igen, ezen sok minden ugye nem látszik, azt látjuk, hogy hol és milyen formában jelent meg, illetve azt is látjuk rajta, amit azért érdemes külön jelezni, hogy ugye az egykori ügyésznek, a doktor Kepesnek az ajándéka, ugye ez feltüntetésre került a fotónak a hátlapján, ugye doktor Kepes János volt az, aki királyügyészként a Rózsa utca 1-es számú házban lakott, ott van most már néhány éve az ő emléktáblája, őt ugye 1944-ben deportálták, és aztán nem tért haza a deportálásból. Rendkívül nagy könyv, illetve műtárgygyűjteményt hagyott egyébként a Városi Múzeumra, még az üldöztetés előtt. Tehát ő már ezt nagyon jól tudta, hogy ennek valamilyen közgyűjteményben van inkább a helye, ugyanis egyetlen egy nevelt lányuk volt a feleségével, és úgy gondolták, hogy jó helyen van, könyvtárban, illetve múzeumban. És így került be ez a fotó is egyébként az akkori megyei és városi múzeumnak a gyűjteményébe. Talán emlékeznek nézőink, hogy az előző részben azzal köszöntem el, hogy a következő fotóval, amit meg tudunk mutatni, be tudunk kukucskálni egy udvarra, elérkezett ez a pillanat. Igen, ráadásul ez egy Lépcső utcai udvar részlet, úgyhogy én Rogányi János lányának meg is mutattam ezt a fotót most így a felvétel előtt.
és ő nézegette, mondta, hogy ez biztos, hogy nem az ő házuknak az udvara, valamelyik Lépcső utcai házé lehet, hogy pontosan melyik, valószínűleg ma már teljesen máshogy néz ki egyébként, de biztos, hogy nem a 4-es számú házhoz tartozott, minden esetre ott készült az utcában. Vajon milyen indítatásból készülhetett ez a fotó? Olyan különlegességet nem nagyon látunk rajta. Hát lehet, hogy csak megtetszett neki a boltív. Egy régi udvar. Ugye Tóth Károly is nagyon szeretett egyébként ilyen régi udvarokat fényképezni. Például az Icsi palotának az udvarát, Kossuth utcai házaknak az udvarát. Azok a felvételek ugye azért nagyon értékesek és nagyon jók, hiszen ott a 9-es, 11-es számnak ugye belső udvarai teljesen elbontották annak idején, ugye a rendszerváltás környékén, ahol ez a modern homlokzat felépült, és ugye most ott egy nagy, nyitott belső udvar van. Ez is átalakult nagy valószínűséggel, tehát ma már nem így néz ki, úgyhogy mindenképpen dokumentumértékű ez a fotó. És akkor elhagyva a Lépcső utcát, menjünk az Icsi-ligetbe. Séta a parkban címet kapta ez a fotó, ráadásul Ullmann Józseftől, magától a készítőtől. Valamikor a 20-as, 30-as években készült, kollégáknak ennyit sikerült megállapítani annak idején, amikor ez leltárba, illetve a múzeum gyűjteményébe került. Az Icsi-ligetben járunk, és hát ugye korabeli divatot szemlélhetjük meg. Ez valószínűleg egy ilyen vasárnapi korzózás alkalmával készült egyébként. Mintha egy filmrészletet látnánk. Igen, igen. Azt nem mondom, hogy egy megrendezett jelenet, mert nyilván azért volt a ligetben akkora gyalogos forgalom, mondjuk egy vasárnap délutánon, amikor érdemes volt oda kimenni fényképezni, de hát azért igen, feltűnően sokan vannak ezen. Igen, ott sokan vannak, és ott az öltözékre is érdemes odafigyelni, a hölgyeken a fejfedő, ami hasonló jellegű, és annyira jellemző arra a korra a sétabot az úr kezében, és az is, ahogy ő ezt tartja. Abszolút, abszolút, tehát az elegancia is meglátszik ugye rajta, meg egy kicsit lezserek is. Nyilván, és hát korszerűek, modernek. És hogy nem rohannak át a városon, ahogy manapság szoktuk. hanem tényleg sétálnak, nagyon aranyos kép volt. Egy eseményre fogunk emlékezni a következőkben. 1938-ban a vitézavatásról készült egy fotó, Ullmann Józsefnek a felvétele szintén. Ugye többen készítettek felvételeket nyilván, az MTI-nek a kiküldött tudósítója is, Tóth Károly is. Ugye láttunk olyan képet, ami szintén a vitézavatást ábrázolja a háttérben Tóth Károlynak a műtermével, azt ugye nem véletlenül mutattuk meg annak idején, érdemes arra is megint csak felhívni a figyelmet, illetve hát arra, hogy nyilván a romkertnek a területe is változott azóta elég jelentősen, maga a környék az annyira nem, bár pont ugye a sarkon álló egykori Tóth Károly féle műterem az, ami 70-es években ugye jelentősen átalakul. Ez maga a vitézavatás és a 38-as évnek az eseményei annyira jól dokumentáltak, hogy ugye mozgókép is készült ezekről, amelyeket a Fehérvár Televízió is már több alkalommal bemutatott, de egyébként a fehérvári fényképészek által készült felvételek ugyanúgy bejárták az országos sajtót. Nagyon sokat beszéltünk már 1938-ról, hiszen hatalmas jelentőségű év volt a város életében, de egy picit azért mondjuk el most is, hogy is került ide a vitézavatás. Hát érdekes maga a történet, tényleg csak nagyon röviden, mert nyilván fogunk még róla külön is beszélni, ugye jövőre 2023-ban ráadásul ennek megint lesz egy öttel végződő évforduló, érdemes lesz rá visszatérni. Ugye arról van szó, hogy Szent István király halálának a 900. évfordulója, amikorra is ugye az egykori királyi koronázó és temetkező bazilikának a területén megnyílik a középkori romkert, amit ma ugye nemzeti emlékhelyként is ismerünk, némileg más formában, hiszen 1940-re készül el például az a mauzóleum, amiben ugye Abanovák Vilmos szekkói láthatók. Tehát itt ugye Szent István sírját jelölik meg, illetve az Árpádházi uralkodóknak és családtagjaiknak a sírjait, és létrejön egy zarándokhely gyakorlatilag, ami ugye Szent István halálától kezdve folyamatosan létezett nagyon sokáig, a török időkig egészen, illetve 1543-ig, majd 1601-ig, amíg maga bazilika állt egyáltalán. És ugye a különböző ásatások indultak meg, már 1848-tól kezdődően, ott ugye a forradalom és szabadságharc azért megakasztott elég sok mindent,
És 1938-ban jön egy kettős jubileum, ugye egyrészt Szent István király halálának a 900. évfordulója, ami ugye augusztusi eseményekre mutat rá, főleg augusztus 18-ára, ugye az ünnepélyes országgyűlésre, amikor Szent István érdemeit törvénybe iktatják, és először rendelik el hivatalosan állami ünnepként megtartani augusztus 20-át, Szent István ünnepét. Ez ugye a temetésének a napja egyébként. Gyakorlatilag szinte az egyetlen olyan dátum, amit napra pontosan tudunk datálni. Tehát ezért ez az államalapítás ünnepe. Illetve 1083-ban ezen a napon avatják szentté, tehát ez pedig a másik. Ugye ez egy jelképes dátum igazából. És a másik pedig ugye a város törökarői felszabadulásának a 250. évfordulója, ugye 1688. május 19-e. A vitézavatás és ezzel együtt a romkertnek az ünnepélyes megnyitása, az ugye a törökarői felszabadulás évfordulójához kapcsolódik, és igazából ezzel kezdődnek magának a Szent István emlékévnek is az eseményei, hiszen a török ellenes harcot az szintén összekapcsolják Szent Istvánnak az emlékezetével, és ez a jubileumi kettősség ez egyébként ebben az évben végig megvan. A vitézi székháznak a felavatása, ugye, aztán a Szent Istvánról elnevezett központi elemi iskola, ami ma a szénatéri iskola, felavatása, és még sorolhatnánk a különböző eseményeket, szoboravatások, amiket ugye korábbi években állítottak, Varkocs György, Kálmán Csehi Domonkos, Szent Imre, ugye 31 óta létezik a szobor, és áll akkor még a bazilika mellett, tehát a mostani Székesegyház mellett, aztán lehetne még sorolni néhány szobrot, amiket ekkor avatnak fel ünnepélyesen, tehát nagyon sok minden történik, de igazából ezek már 1931-ben a Szent Imre emlékévben elkezdődnek, és hát aztán többek között olyan ünnepélyes események zajlanak, mint a róla elnevezett téren, most bocsánat, hogy ezzel a szófordulattal élek, a Szent István lovas szobornak a felavatása szintén 38. augusztus 18-án. Mindez igazolja nem véletlen, hogy visszatérünk ehhez az évszámhoz a műsorról műsorra, viszont most visszatérünk a képhez, a vitézi avatás képhez, mert ugye a hátoldalát is meg tudjuk mutatni. Igen, hát ezt is érdekességként hoztam ide, ugyanis Ulman Józsefnek a bélyegzőjét láthatjuk rajta, ugye a nevét, címet, illetve hozzá kapcsolódó elérhetőséget, hogy egyáltalán hol lehet ezt a műtermet és az üzletet megtalálni. Tehát ez nekünk legalábbis ezért érdekes mindenképpen. És akkor 1938 továbbiakban is, és persze Ulma József fotó lesz, amit látunk, szintén egy ünnepről. Nagyon sok esemény történt ebben az évben, ugye 1918-ban fejeződik be az első világháború, a nagy háború, amit ugye nagyon sokáig így neveznek, hát 38-ban is még, hiszen hál' Istennek a második az még azért messzebb van, főleg Magyarország bekapcsolódása a második világháborúba. Július 17-én zajlott le a 17-es gyalogezrednek az ezred ünnepe. Ugye az egykori gyalogezrednek a katonái, az úgynevezett opsitos katonák ugye összegyűltek, és megkoszorúzták természetesen a gyalogezrednek az emlékművét, aminek ugye az eredeti oroszlán figuráját Földes Szabó János készítette. Ugyanaz az oroszlán figura, ami az első világháborús zsidó emlékművet díszíti a zsidó temetőben, hogyha valaki ott jár, érdemes mindenképpen megnézni. Bori Jenő volt az, aki újra mintázta ezt a szobrot, Földes Szabó Jánosnak az egykori harcostársa, szintén a 17-es gyalogezrednek az egykori katonája volt Bori Jenő, és az Zicsi ligetben az emlékműnél került sor az ezred napon erre az ünnepés főhajtásra és koszorúzásra, amelyet most egyébként általában ugye november 11-én szoktak megtartani, meg nyilván az ezred napon is. Ugye november 11-én 11 óra 11 perckor szokás ugye emlékezni most már városszerte az első világháború lezárására. Szintén egy ünnepélyes főhajtás és megemlékezések keretében különböző emlékműveknél, illetve katonai emlékhelyeknél. Így többek között itt is, illetve természetesen az ezred napon is azért vannak koszorúzások. Az eseményre ellátogatott József főherceg is. Hát József főhercegnek ugye azért fontos szerepe volt ekkoriban a katonai vezetésben, ugye mint Habsburg főherceg, ám de a Horthy-féle adminisztrációnak az egyik rendíthetetlen híve, aki nagyon sokáig egyébként azon is gondolkodott, hogy magyarosítatja a nevét, illetve van egy olyan történet is, hogy Palatinus
vezetéknevet vagy családnevet szeretett volna fölvenni, ugye a nádori méltóságra emlékeztetendő, és a Habsburg nevet azt pedig úgy zárójelbe tenni. Ebből az alkalomból erre nem került sor egyébként, tehát ezt azért el kell mondani. Viszont ugye egyrészt az ő édesapjának a nevét viselte az egykori lovassági laktanya, ami ugyan a tízes huszárokhoz kapcsolódott, de mégiscsak Fehérvár házi ezredéhez. Természetesen őt is meghívták, mint hát gyakorlatilag tiszteletbeli 17-es főtisztet, és ő volt az, aki a zászlóavató ünnepségen egyébként ezt az ünnepi beszédet mondta. Itt most, ha jól látom, a Városháza kapujában vagyunk. Igen, igen, ez a Városházanak a gazdagon feldíszített kapuja, és ugye itt a téren került sor erre a nagy ünnepségre, tehát ugye díszmenetben vonultak igazából ugye a két helyszín, a Zicsi-liget és a Városháza között. Hogy kiket látunk József főherceg mellett, az már kutatás eredménye? Hát ezt már hadd bízzam a katonatörténetben jártasabb emberekre. Biztos vannak, akik nálam ezt egyébként sokkal jobban tudják. Itt megint jön a kérés a nézők felé, hogyha valaki felismert. Hát vagy akár a kollégák felé, meg a ismerősök felé, akik jártasabbak ebben a témában. Akkor legközelebb elmondjuk, hogy ki mindenki más van még a képen. Maradunk 1938-nál a további fotóknál is. Talán jó is, hogy egy kicsit részletesebben beszéltünk róla, hiszen most az ünnepi országgyűlésről láthatunk ugye két képet, 1938. augusztus 18-a. Ugye amikor a belváros kapcsán 10 adáson keresztül beszélgettünk, ugye hármasban Igari Antallal, akkor elhangzott az is, hogy miért augusztus 18-án volt ez az országgyűlés. Most nyilván nem erre szeretném kihegyezni, de ha már így történt, akkor azért mondjuk el. 1938. augusztus 20-ára Horthy Miklós kormányzónak volt egy meghívója Berlinbe, Hitler kancellárhoz, a birodalom, német birodalom vezetőjéhez, és ezért hát valamikor el is kellett utaznia erre az eseményre, úgyhogy augusztus 20-án ő nem tartózkodott itthon, mint államfő, tehát 18-án kellett ezt az ünnepés országgyűlést megtartani. Csak mielőtt valakiben felmerülne a kérdés, hogy miért két nappal korábban, erről van szó igazából, és aztán 39-től kezdve már augusztus 20-a az augusztus 20-án van, hogy ilyen gyatrán fogalmazzak, de ez mégiscsak érthetően. Tehát Ullmann Józsefnek az egyik dokumentum értékű képe, nagyon jó fotósorozatot készített egyébként erről az eseményről, többek között ő is, illetve budapesti kiküldött tudósítók, fotóriporterek, és ebből a sorozatból hoztam két képet, ez az első ezek közül. Nézzük meg a második képet is, miközben elmondjuk, hogy természetesen a Városházán vagyunk. A Városháza udvaráról van szó, ugye mondjuk azt, hogy díszudvarról, ami azért 1938, de legalábbis 44 után elég jelentősen megváltozott. Ugye ma már olyan szobrok díszítik többek között, amelyek ide kerültek, illetve 1988-ban elhelyeztek itt egy időkapszulát is, a jövőnek szóló üzenettel, ugye pont a 38-as Szent István emlékévnek az 50. évfordulója volt, még a rendszerváltás előtt, bár hát ezt ugye nem lehet egyetlen naphoz kötni, vagy egyetlen évhez, mondjuk azt, hogy a rendszerváltás idején zajlott, ugye Balsai István akkori tanácselnök vezényletével, aki ugye szorgalmazta, egykori Józsefes, vagy akkor mondjuk azt, hogy ciszteres diákként, bár akkor József gimnáziumnak hívták éppen, József Attila gimnáziumnak, szorgalmazta ennek az emlékévnek a megtartását, másokkal együtt természetesen, és így került sor az 50. évfordulóra, aztán így került sor 2013-ra, és majd reményeink szerint így fog sor kerülni a 2038-as eseményre, amikor remélem én is ott lehetek ennek az időkapszulának a felnyitásánál. És ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el azt is, hogy én napokban kaptam egy megbízást ráadásul Magyari Csandrástól, aki 1988-ban a Székesfehérvár ünnepi éve című kötetet kiadta, 50 évvel azután a kötet után, amelyet szintén Székesfehérvár ünnepi éve címmel 38-ban jelent meg, hogy egyrészt legyek ott, képviseljem őt, és ha lehet, akkor 38-ban jelenjen meg ennek a Székesfehérvár ünnepi éve kötetnek a 3. változata.
Én tisztelettel elfogadtam ezt a felkérést, innen is üzenem Andrásnak, de nyilván elmondtam neki személyesen is, hogy remélem, hogy ez sikerült teljesíteni. Legyen feladatod, ha beszédet mondasz, majd a rendezvényen kérek utalj vissza az elmúlt 18 évre, ahol készültek a Fehérvár televízióban ezek a képek, illetve ezek a sorozatok, amelyből megismerhető 1938 története is. Sokféle módon közelítettük már meg tényleg, és mindig vissza fogunk térni rá, hiszen annyira fontos események követték egymást abban az évben. Most viszont a következő képpel egy kicsit elhagyjuk ezt a dátumot, sőt visszafelé megyünk, hogy aztán majd megint túlismerjünk rajta. Igen, viszont Ullmann Józsefhez kapcsolódik ez a fotó. Én ezt írtam fel neked, igen, hogy Láng Erzsébet Vörös Marti tér 1935, ilyen galád módon. Én tudom, hogy miért. Arról van ugyanis szó, hogy a 30-as években több fotópályázat volt, ami akár országos volt, akár megyei, akár városi. Ezeket évről évre kiírták, általában nem volt tematikus megkötés, és hát keresték a lelkes fényképészeket. Így egy Láng Erzsébet nevű hölgy 1935-ben az akkori pályázatra a Vörösmarty térről készült képet nyújtott be, és úgy kapcsolódik Ullmann Józsefhez, hogy Ullmann József külön díjában részesült ez a kép. Ullmann József ugyanis tagja volt ennek a szakmai zsűrinek, ebből látszik az ő elismertsége, és azért gondoltam, hogy utolsó képként ezt hozzuk ide, hogy ezzel is kiemeljük az ő jelentőségét, hogy ő egy külön díjat tudott adományozni egy nem akármilyen versenyen. Egy zsűri tagjaként, én azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy őt mindenképpen számításba vették itt a fehérvári fényképész társadalomban, és szakemberként tekintettek rá. És ugye, ami az ő munkásságának a lezárását illeti, 1944-ig működött az ő műterme, én innentől kezdve igazából mást nem tudok róla, legalábbis a szakirodalom alapján. Nyilván, hogyha valamit sikerül azért kideríteni, akkor már ki fogjuk egészíteni az ő történetét. Igazi értékeket hagyott maga után, amelyeket most is egy részét persze be tudtunk mutatni, de akkor elköszönünk Ullmann Józseftől. Egy hölgy munkásságával fogunk megismerkedni a következőkben, szintén fotók segítségével. Igen, ezzel a hölgyel kapcsolatban az az érdekesség, hogy ő az asszony nevén lett ismert. És akkor most hadd puskázzak Horváth Júliának a tanulmányából, mert azért ez nem egy annyira egyszerű történet, kicsit szövevényes. Ugyanis volt egy Heiser Terézia nevű hölgy, aki a Várkörút 13-as számú műtermet 1938 óta működtette. Az asszony neve ekkor még Hapári Tamás név volt, és aztán feltehetően özvegyen maradt, ezt Horváth Júliának nem sikerült kideríteni, én meg még nem jártam ennyire részletesen utána. Minden esetre 1940-ben férjhez ment Hajdú Sándorhoz. Innentől kezdve Hajdú Sándornéként ismerjük, és egyébként az összes olyan kép, amit most hoztam, és egyáltalán megtalálható az archívumunkban, ez mindegyik Hajdú Sándorné név alatt készült. Hajdú Sándor iparigazolványért folyamodott még 1940-ben a Kereskedelmi és Iparkamarához, és következőket írta magáról. Szegedi születésű, nős, római katolikus vallású magyar állampolgár vagyok, két gyermekem van, és 1935 óta vagyok önálló iparos. Először Szombathelyen volt fotószaküzletem, majd Budapesten Terész körút 1 perc alatt Hajdú testvérek címmel működő szaküzletben felestárs voltam, azután Balatonszemesen folytattam iparomat. 1943. szeptember 1-én megszüntettem, hogy Székesfehérvárot feleségem meglévő fényképészeti műtermét fotócikk kereskedéssel bővítsem ki. Hát ez egy szép történet, én azt gondolom. Igen, és sok mindenről árulkodik. És hát a kutatónak ez a lehető legjobb forrás, hiszen a fotó saját maga írja le ugye a történetét, hogy egyáltalán milyen állomásai voltak az ő pályájának, és hogyan adta fel végül is az önálló vállalkozást a felesége javára. Tehát azért ez sem aki már itt Székesfehérváron működtetett műtermet. Így van, és én azt gondolom, hogy azért ez a 40-es években még nem akármi. Hogy egy elismert fényképész, aki ugye leírja az életútját, hogy 1935 óta önálló iparos, tehát már 8 éve, elég kiterjedt ügyfélkörrel, több helyen megfordult, társ is, társtulajdonos volt egy cégben, Székesfehérvárra nősül, és az itt működő felesége javára feladja.
ezt a szerelem munkát. Sok mindenre képes. Nagyon sok nem mindenre, először mutatja nagyon be. Sok mindenre képes, így van. Nos, hát akkor nézzünk tőle meg képeket. Nézzünk akkor egy párat. Tehát Hajdú Sándorné neve alatt készültek a fényképek, de nagy valószínűséggel a férje is egyébként bedolgozott, ugye. És közben ebbe, már látom a képet, hát valami szenzációs. Igen, ez a Kislány pártával címet viseli, 1940-ben készülhetett legkorábban, illetve ha jól emlékszem, ennek a fotónak a hátlapján is szerepel a 40-es évszám. Ugye korábbi azért nem is lehetne, hiszen Hajdú Sándorné 1940-től volt Hajdú Sándorné. Nagyon aranyos, és nagyon szép a ruha, nagyon szép a ruha. Akkor menjünk tovább, a következő képen már férfit látunk. 1940-ben készült ez a fotó, egy Bocskaiban lévő fiatalember, sajnos a nevét nem ismerjük. A Bocskai pedig egy jellegzetes öltözet volt annak idején. Hogyne, hát azért még 1945 után is, főleg egyházi iskolákban ugye felvették, aztán később már nagyon nem volt ildomos, ugye ugyanez 1848 után a Kossuth szakál, és hát sorolhatnánk a különböző kiegészítőket. Aztán jönnek olyan képek, ahol be is tudjuk azonosítani, akit látunk a képen, persze Hajdú Sándorné készítette a fotókat. Szintén 1940-ben készült ez a kép ifjú Smohai Ferencről. Ugye ő az a Smohai Ferenc, akit már többször mutattunk egyébként eddig is. Ő volt a harmadik Szent István gyalog ezrednek az utolsó életben maradt tagja, és hát ugye nem régiben hunyt el, kegyelettel emlékezünk rá. És hát akit mindig szoktunk emlegetni vele kapcsolatban, ugye az unokája Smohai András, az egyházmegyei múzeum igazgatója. Kerestem is a hasonlóságot. Már szerepelt sokat a műsorunkban, egyszer muszáj ezt meghívnunk ezek természetesen után. Természetesen fogjuk keresni, úgyhogy innen is üzenjük, hogy András majd figyeldetek a fotót. Emlegettük sokat, egy hölgyet láthatunk utána a következő képen. A Bierbauer családot ugye említettem Ulman József kapcsán, meg ugye az úgynevezett Bierbauer ház kapcsán, és hát az egyik egykori lakóját látjuk, Bierbauer Margitot, Bierbauer Viktornak az egyik lányát a néhány közül. Hajdú Sándorné műtermében készült ez a kép, és hogyha megnézzük a következőt, 4 évvel későbbi fotóról van szó. Ahol már mennyasszony. Szintén Bierbauer Margit látható ezen a képen, itt már mennyasszonyként, és akkor még hadd folytassam egy harmadik fotóval ezt a felsorolás, vagy ezt a sorozatot. Itt pedig 1944-ben Tóth Ferenc feleségeként látható. Tehát itt azért egy 4 évet láthatunk 3 fotóban megörökítve. Nekem feltűnt valami ezeken a portrékon, amit, hát ha rosszul gondolkodom, akkor javíts ki nyugodtan. Az eddigi bemutatott portrékon az alanyok mindig komoly arccal néztek a kamerába. Hajdú Sándornénál most már a többedik olyan képet látom, ahol egy lazaság, egy mosoly jelenik meg. Talán a női, ha fotós a nő, akkor is ott a kedvesség, vagy valahogy ez így változott én, a 40-es évektől? Én el tudom képzelni. Inkei Tibornál nem olvastam arról, hogy Tóth Károlynak milyen volt a természete. Volt egyébként ugye felesége, volt családja, tehát családos ember volt, nem volt egy magának való ember nyilván. Azt tudjuk, hogy egy nagyon elegáns úri ember volt, ugye többször említettük, hogy telefonon lehetett nála bejelentkezni, ezüsttálcán nyújtották át a névjegyet, aki megérkezett, ugye leültették egy elegáns szalomban, adott ahol magára lehetett várakozni, zsakettöltönyben fogadták az előre bejelentkezett ügyfeleket, glasszékesztyűben sorolhatnám tovább. Itt meg valószínűleg egy életvidám hölgyről van szó, ugye egy férjes asszonyról, aki azért néhány éve már működik itt a városban, van tapasztalata, és előszeretettel fényképez egyébként fiatalokat. Tehát valószínűleg, ahogy te is mondod, ez az életvidámság, ez ugye átragadt az ő munkájára, és hát valószínűleg az alanyokat is arra ösztönözte, hogy próbáljanak minél vidámabbak lenni ezeken a képeken. Ráadásul ezek nem igazolványképek, tehát itt aztán abszolút nem kellett komolynak lenni, nyugodtan elengedhette magát mindenki. Jó volt látni. Van hátlapunk is Hajdú Sándorné fotóiból. Ennek az 1944-es fotónak egyébként a hátlapja, tehát amin az előbb Tóth Ferencit és Bierbauer Margitot láttuk, ugye szintén egy rövid címzésű képeslap, és hát nagyon apró, meg halványon ott a tetején látszik Hajdú Sándorné bélyegzője.
semmi több reklám nincsen ezen a képes lapon igazából. Maradt még 2 percünk és 2 képünk a mai műsorból. Szintén visszatérő arc lesz, akit láthatunk a következő fotón. 1944-ben készült ez a kép is, ifjúk Neifel Ferenc katonaruhában. Ő sem olyan teljesen komoly, tehát azért azt látjuk, hogy ez nem egy nagyon katonás arcél. Jó hangulat volt abban a műteremben. Hát 44-ben azért szerintem jó volt néha egy kicsit vidámnak lenni, nyilván. Főleg amikor már itt azért történt, ami történt. Nagyon sok minden történt. Ugye 44 elejétől kezdve, akár itt a városban, akár az országban. És hát ugye egy ténylegesen szolgáló katonáról van szó, aki hát nyilván elkészített magáról egy portrét, és valószínűleg ő is törekszik rá, meg a fényképnek a készítője is, hogy azért mondjuk azt, hogy egy életszerű kép legyen, ne egy olyan nagyon beállított, nagyon komoly és nagyon katonás. Hanem igen, nem is néz a kamerába. Legyen talán egy picit vidámabb, mintha a szerelmére nézne, vagy valakire, aki éppen ott van a műteremben. És lehet, hogy volt is ott valami technikus, vagy valaki, aki őt instruálta, ugye, hogy merre nézzen, tehát ez egy életkép igazából, és kevésbé egy katona igazolványképe. Egyetlen egy kép maradt, amit még meg tudunk mutatni ebben a műsorban. Ezt pedig azért szántam a végére, mert 1943-ban készült ugyan, de egy olyan testvérpárt ábrázol, Csitári Évát és Lászlót, akikről nem ez az egyetlen felvétel, ugyanis említettem ugye az amatőr fényképezést, a Csitári családban, többek között Csitári Éváéknál ez egy nagyon kedvelt tevékenység volt, és ugye nagyon sok fotó került be a múzeumnak az emlékmentés projektjén keresztül ebbe az adatbázisba, ebbe a gyűjteménybe, az ő fia Csitári Hok Tamás révén, Csitári Éva fiának a révén, és hát nagy öröm, hogy tényleg sok a családban készült amatőr fotó van. Többek között róluk is fogunk majd ilyen fotókat mutatni, illetve, ha még emlékeznek a kedves nézők, Németh Jutka és Németh Ottó testvérpár a német családban is előszeretettel készítettek ilyen fényképeket, úgyhogy fogunk még ilyeneket mutatni. Ugye az a tervünk, hogy a Hege családdal szeretnénk lezárni a műteremmel rendelkező nagymúltú fényképészeknek a mondjuk azt, hogy 1945-ig terjedő sorát, kicsit kitekintve a szövetkezeti időkre is, és aztán olyan fényképészeket is szeretnénk néhány fotó, dokumentum segítségével bemutatni, akiknek nem is biztos, hogy ismerjük munkáit, csak azt tudjuk, hogy itt működtek valamikor Fehérváron, és én azt gondolom, hogy mellettük azért az amatőr fényképészek nagyon jól elférnek. Mind a mellett, hogy természetesen aztán majd egy profival, egy igazán profival, Kabáci Szilárddal is szeretnénk majd néhány hét múlva megismerkedni, hogy ez az idei évben még sorra kerül-e, azt nem tudjuk, ugye? Annyi mindenről beszéltünk már annyit, hogy nem tudhatjuk. Amit biztosan tudjuk, hogy a mai műsorunk véget ért, Váci Márk történésznek nagyon szépen köszönöm, és természetesen a Fehérvár Televízió nézőinek is köszönöm, hogy velünk voltak. Mint elhangzott, rengeteg fotó van még, amelyeken keresztül ismerkedhetünk Székesfehérvár történetével. 2 hét múlva újra itt vagyunk, és újra jelentkezik a Városrészek titkai. Addig is kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.